Sziasztok! A legutóbbi videómban a kifőtt tészta készítését ismertettem, most a rizs következik, és a banális hármas következő tagja vagy szereplőjeként majd a tarhonya lesz a soron következő, de csak a legközelebbi alkalommal. Én a párolt rizst mindig úgy készítem, hogy... olajon megpirítok egy egység rizst, és közben pedig felforralok két egység vizet. Ez jelen esetben egy bögre rizs és kettő bögre víz. Kettő bögre forró víz lesz. Amint megpirult a rizs, felöntöm a forrásban lévő vízzel. Nagyon fontos, hogy forrásban lévő vízzel öntsem fel, mert ha csak egy kicsit is langyos, vagy nehogy Isten hideg, akkor csak egy ilyen valamilyen kenőcsös rizspempőt fogunk kapni, és nagyon messze lesz a pergős rizsnek az állagától. Ez a jó, amikor azonnal forr a rizssel együtt, ahogy felöntöttük. Ennek köszönhető, hogy pergős lesz, és persze a keverési aránynak, tehát egy egység rizs, két egység forró víz. Ehhez a mennyiséghez, ami a bögre egyébként olyan 2,5 deci is lehetett, tehát 2,5 deci rizs meg fél liter vízhez, nagyjából egy erős teáskanál vegetta, vagy valami hasonló sóval kevert ilyen ételízesítő zöldségőrlemény dobunk bele, de dobhatunk bele még gombát, zöldborsó, de akár felvert tojást is, kinek mi jön be. A lehetőségek tárháza meglehetősen széles, vagy nagy, vagy mit tudom én. Az a lényeg, hogy sok mindent dobhatunk bele. Csirkemáj darabokat, bármit. Nekem konkrétan vegetával ízlik a legjobban. És innentől addig főzzük, amíg nem kezd el ilyen elég nehézkesen huppogva forni, tehát amikor már éppen csak fel tudnak szabadulni benne a buborékok. Amikor már képtelen lobogni, forni. Ja, és folyamatos kevergetés mellett persze. Mikor már annyira besűrűsödött, hogy tényleg csak huppogni képes forrásgyanánt, akkor lezárom a gázt és lefedem. Lefedem és így pihentetem fél órát. A 80-as években, amikor még csak ilyen régi zománcozott edényeink voltak, mindig legalább két konyharuhát terítettem még ilyenkor a fedére, hogy még az is kicsit tartsa a hőt ebben a fél órában, és hogy eredményesebb legyen a hatás, az eredményesebb hatás érdekében. De ezekkel az új edényekkel már nem kell plusz konyharuhát teregetni rá, hogy bőven elég így ez az eljárás. Tehát lefedtem, fél órát pihen és kész, utána pedig fellazítom. Miután letelt a fél óra, szépen fellazítom. Persze csak nagyon óvatosan, mert ilyenkor még meglehetősen képlékenyek a szemek, de mire szervírozzuk, addigra pont jó lesz. És kész is van. Ennyi volt a rizspárolás. Ahogy ezelőtt mondtam, a következő videó tárgya a tarhonya lesz. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!